Március 16-án zártak be az iskolák, azóta a gyerekek otthon tanulnak a koronavírus járvány miatt. Ez miatt a szülők egy része azóta otthon tartózkodik, vagy fizetett szabadságot vett ki, vagy otthonról látja el munkáját részben vagy egészben. Március 28-án pedig kijárási korlátozás lépett életbe, ami április 11-ig tart. Ez idő alatt csak munkavégzés és az alapvető szükségletek céljából lehet elhagyni a lakóhelyet. Önkéntes és hatósági karanténban is egyre többen vannak a járvány miatt. A négy fal között lenni azonban nehezebb, mint gondolnánk, amit Kitanics Márk klinikai szakpszichológus is megerősített. Azt mondja, rendkívül nagy lelki megterhelést jelent. Egyrészt ugye nincs meg az a személyes szabadsága az embernek, amelyhez hozzászokott, és azért, hogyha az embert lekorlátozzák valamilyen szinten, az mindig rosszul esik neki. Másrészt ugye egy csomó feszültséget, ami otthoni családi feszültség, azt kivitte a családon kívülre, és valahol lehetett kanalizálni. Ebben az esetben viszont ezt nem tudja kanalizálni. Arról nem is beszél, hogy egzisztenciális bizonytalanság is van, és az egzisztenciális bizonytalanság, ugye ez az anyagi teher, ami most a családokra nehezül, ez egy újabb feszültségforrás. Az általános iskolás tanulók szüleinek ráadásul a gyermekük tanulását is felügyelniük kell, miközben sokan még a munkájukat is otthonról látják el. Ez további plusz teher a szülő számára. Ám ha összeírják a ház körüli és a benti tennivalókat, új célokat tűznek ki, létre lehet hozni egy napi rutint. A szakember azt javasolja, osszák be, hogy mikor játszanak, dolgoznak, mozognak. Nem szabad hagyni, hogy szétfolyjanak a napok, hanem ugyanazt a struktúrát kell követni, amit a korábbi struktúrában is követtünk. Ugye megszoktuk azt, hogy amikor például a nyári szünet van, akkor egy kicsit szabadabban élünk, egy kicsit szabadabban mozgunk. Na most ezt kell elkerülni, a gyerekeknek is meg kell érteni, hogy ez a fajta szabadság nem a nyári szünet szabadsága. A pszichológus azt mondja, ez az időszak az egyedül élőknek a legnehezebb. Nekik azt javasolja, hogy néha mozduljanak ki a négy fal közül, és telefonon vagy számítógépen keresztül igyekezzenek tartani a kapcsolatot a rokonokkal, barátokkal. A szakember a koronavírus járvány miatti negatív hírdömpingről pedig úgy véli, a rossz hír még mindig jobb, mint a bizonytalanság. Arra ugyanis fel lehet készülni, és sorra lehet venni, milyen következményekkel jár majd az életünkre.